Sziasztok, kedves emberek, én Bálna vagyok, és sikerült játszanom 12 órát együltő helyemben a Pokémon Violet-tel, ami a Pokémon 9. generációjának főszériás új játéka, ami múlt pénteken jelent meg, 11. hú 18-án, és ebből csináltam nektek, ebből a 12 órás Twitch streamből egy rövid összeállítást, megpróbáltam a stream első felét megvágni, a többit meg tudjátok még nézni a Twitch csatornámon, link a leírásban, ha van kérdésetek, véleményetek, írjátok meg lenne a komment szekcióban. A végére már nagyon elfáradtam, de kiköszönést azért még benne hagytam a videóban. Hogyha még van kedvetek nézni tovább ezt a játékot, akkor a Twitch-en megtaláltok, és jó szórakozást kívánok mindenkinek. Hello, sziasztok! Történelmi pillanat következik. A Pokémon 9. generációjának főszériájának legújabb játékával játszhatunk. Itt van a kezemben a Pokémon Violet. Mi a különbség a két kiadás között? Bizonyos Pokémonok mások. Tehát, hogy vannak verzió-exkluzív Pokémonok, illetve vannak olyan sztori elemek, amik verzió-exkluzívak. Azt szeretném, hogy valamilyen összeállítás, montásszerű, vágott verzió legyen föl YouTube-on ebből, az érdekesebb pillanatok, de hogy ne legyen leszpoilerezve minden. Tehát a teljes végjátszás az nem hiszem, hogy valaha föl lesz YouTube-on, viszont itt a Twitch-en együtt végig tudjuk nyomni, végig tudjuk barangolni az egészet, úgyhogy én nem is akarnám tovább húzni a szót, szerintem nézzük meg a Pokémon Violet-et, és itt már a legelején választhatunk valamilyen portrét, ugyanaz, mint a Legends Arceus-nál, én őt fogom választani. Ó, tényleg, ez csak most jutott eszembe, hogy itt ilyen nagyon-nagyon túltolták a karaktergenerálást, tehát itt tényleg te se lehet szabni, amit szeretnétek. Itt nem csak egy ilyen marha egyszerű három hajból választhatós téma van, hanem itt bizony minden létezhet. Jó, maradjon az alapszáj, mert fúha. Ez nagyon gáz, ezt inkább hagyjuk az alapon. Nagyon szuper. Akkor szóval UVA Akadémiben vagyunk, ott van egy olló. Igen. Ilyen pokémonos olló. Bána lett a nevünk, és angol nyelven használjuk ezt a kazettát. Szóval ez egy igazi Pokémon Akadémia, hogy elkezdjük a tanulmányainkat, elkezdjük a kísérletezést a zsebszörnyekkel. Nem tudok sokat a játékról, review-t láttam, de a történetéről nincs fogalmam. Itt az ideje, hogy elmélyedjünk a Pokémonok világába. Itt a grafika az átvezetőben 10/10. Annyit hallottam, hogy szokott szaggatni. Általában brutálisan szaggat, és nagyon rossz a framerate a játékban. Egyébként most került ki egy órája a YouTube csatorna tagoknak szóló podcastom, amiben Bandival beszélgetünk, és a Pokémonról is beszélgettünk, és tök sokat tárgyaltuk ezt. Egyébként Bandi már reggel óta játszik a játékkal, úgyhogy ő is be fog csatlakozni valamikor majd ma a streamben, csak hát egy ilyen 4 óra forelőnye van hozzám képest. Paldea a régiónk neve, ez a térkép, tehát a teljes térkép hatalmas, egyébként gigászian óriási. Az volt még egy másik sértődése a cikkírónak, aki kommentálta a játékot, meg bemutatta, hogy eléggé kies a táj. Bocsánat, kietlen a táj. Tehát, hogy csomó Pokémon van benne, de ezen kívül semmi landmark nincs. Nincs, amire be lehetne azonosítani, hogy ez pontosan mi, meg hol van, meg... És mit fog elővenni? Egy új Pokémont, nem tudom, hogy hívják őt. Aranyos egyébként. Úgy néz ki, mint egy egér, ami vagy egy hörcsög. Egy kis punk haja van. És is bemutatják nekünk, minden Pokémon játék elején az első óra valószínűleg tutoriál lesz, srácok. Készüljetek. Azt a micsoda, ez tudom, győzik-e a táblánál. UVA Akadémia. Hát olyan volt az öltönye Győzinek. Paldean Wooper nagyon OP, meg fogjuk nézni. Az összes Pokémont megpróbálom elkapni. Ez a szürke vagy fekete Tauros, ez... Nem értem, hogy miért csak ennyit változtattak rajta, hogy egy... skin cseréltek. Oké, szóval a legendás Pokémon itt elkezd repkedni. És valószínűleg földet fog érni, aha. Természetesen egy 10 éves kisfiú képében, hát ez nem fog változni soha. Igen, a professzorok is verziospecifikusak, de az két külön akadémia van, tehát az egyik a Scarlet-es verzió, a másik pedig a Violet-es. Gondolom, hogy anyukánkkal fogunk találkozni. Squawet, az volt tényleg valami Squawet, ilyesmi. Mindig van egy anyukád, minden Pokémon játékban anyukád van. Apukád az mindig valami, vagy Pokémon mester, vagy meg kell keresned, meg kell kutatnod, vagy nincs. Ding dong, megjött Csonka pici. Na, szóval, elnézést a betolakodásért. Eddig nagyon szímszes. You are a master, Bálna. Én master? Hát én még csak az első napot fogom kezdeni az iskolában, miről beszélünk. Most nagyon rávájboltam a játékra. Ez egy jó kezdet, ez egy izgalmas jó kezdet. Nincsen voice acting, de már százszor izgalmasabbnak tűnik ez a kezdés, mint a Legends Arceus-ban. Igen, mindig ez a poén, hogy a Nintendo-nak nincsen pénze voice actingre. Én ezt már sokszor elrégyeltem, meg renteltem. A mai napig fenntartom, hogy ez kurva gáz.
De hát most ki tudja, hogy mit fog az anyánkkal csinálni, ha lehagytuk, viszont itt nincs ajtó, szóval hallanánk, hogyha itt elkezdenek cuppogni a nappaliban. Vegyük fel a felszerelésünket. Készen állunk az első napra. Felvetted az I am virgin and don't need girls in my life setted. Igen. De lehet, hogy ebben a játékban nem a világot fogjuk megmenteni, csak a saját lelkünket boldogítjuk azzal, hogy mindenfajta Pokémont elkapunk. Na, végre elkezdődött az új generáció Pokémonnak! Úristen, eddig nem voltam hype, de most nagyon az vagyok. Welcome to our world. És akkor a három kezdő, a... Igen, ez a grass macska. Sprr, nagyon cuki. Az emberek 95%-a őt fogja választani. Fiúkokó, Fire krokodil. Mi a neve? Quaxly, tényleg Quaxly. Szegény Quaxly. Ezzel fog majd anyukánk zaklatni minket, hogyha bajba kerülünk. Meg se ölel, csak így. Nem, hát itt tudod, ázsiai kultúrákban nincs ölelgetés. A gyerekedet nem izéled. Hát igazából ezeket most nem tudom magammal vinni, ahogy látom. Azt mondja, az Y-nal tudom előhívni a térképet. Amúgy, ha van SV vagy SH, Arceus, Let's Go, BD vagy SP mentésed, akkor mindegyikhez kapsz egy külön teló kinézetet. Ja, annyira nem izgat. Amúgy a Strayben, vörös macsás kandozós játék, sincs voice acting, csak csipognak a robotok, viszont ott jobban illik. Hát igen, igen, ott jobban elhiszed. Hoppá, eltűntek. Már előttünk járkának. Kacsa fürdik. Na itt azért cuki. Macska szavogatja a virágokat. Pedig éhes. Ó, ne! Elszenesítette a narancsot. És ő pedig a társunk, vagy a riválisunk lesz? Nem, ó, na! Oké, a kollégiumban lakik, és ő lesz az új szomszédom. Akarsz a barátom lenni? Hát, figyelj, miért ne lehetnénk? Kérlek, csak ne a kacsát válasz. Nyugi, már megvan, hogy kit választok. Ma tegnap megálmodtam. És megtörténik. Az első Pokémont akviráljuk. Ey, jó. Dinót választottuk, kis krokodilt. És nagyon bedesz lesz. Nagyon. Nézzetek azokat a gyümölcsöket ott a fákon, mennyire ilyen szögletesek, ilyen hatszög alakúak. 100 új Pokémon van evolúciókkal együtt. Szerintem az bőven elég. Annyi nem kell több. Hát a Gen 2-ben se volt sokkal több. Nézzük, hogy néz ki a csata. Milyen hangeffektek vannak. Milyen move animációk vannak, stb. És akkor most következik a Scratch Tackle ütközet. Hol marad a Frame Thrower? Az a később. Ú, már tudjuk az embert! Azt figyeld, level 5-nél. Az kurva jó. Fenciás, rendben. Fenciás lesz a neve. Most elmondta, hogy milyen okosak vagyunk, hogy tűzmúvot használtunk. Na, gyújtsuk fel ezt a macskát. Hát ez az animáció az nem változott Gen 1 óta. Elvettük a kis pénzecskét, igen. Ez milyen fura, nem, hogy a Pokémon világában, hogyha legyőzöl valakit, akkor adnia kell pénzt. Hát körülbelül. Bár elsőn a bullyingolunk mindenkit. Tehát igen, elvettük a szobatársunknak az összes pénzét. Majd mi nekünk kell neki venni egy hamburgert a büfében. Oké, van Pokédexünk, X gombbal tudjuk elérni. Itt van autohílek vannak. Érdekes. Melyik eddig a legjobb Pokémon játék Switchre? Hát ezt szeretném is megtudni. Üdvözlet bána, jövök le, csak olyan az új Pokémon játékot látom, hogy mindig nem sikerült szinkront felvenni, készítünk. Hát látod. Ez úgy néz ki, nem változott. Kaptam egy szendvicset. Igen, ebben a játékban a szendvicseknek nagy szerepük van, úgyhogy saját szendvicseket is tudunk gyártani. Még japán szinkron lenne, az már haladás, ez is már haladás lenne, szerintem is. Teljesen boldog lennék egy japán szinkronnal. 5 potiont is kaphatunk. Szuper. Á, itt vannak a pokélabdák. Ad 10-et? 5-öt. Az se rossz. Kapjunk el mindent. Itt van Lechonk. Oink, oink. Nem tudom, mik az evolúciók. Ó, már csatában vagyunk. Így néz ki egy csata. A Open World-ben. Egyébként minden Pokémon game ugyanarról szólt. Megkapod az egy Pokémon, hogy gyűjtesz többet, aztán legyőzöd a gymeket. Igen, ez is erről fog szólni, de itt több mindent is lehet csinálni. Azt mondja, hogy regisztráltuk Pokédexben. És elnevezzük Fenciásnak. Itt igazából sok minden a képzelőre van bízva, de nem hiszem, hogy valakinek ez meglepő, aki ismer bármilyen Pokémon játékot. Tudja, hogy ez így szokott kinézni. Na, Battling Against Wild Pokémon, tök jó. A ZR gombbal ki tudjuk venni a Pokémonunkat, tehát hogy így ki tudom dobni Fiúkokót, és akkor így jön velem. És akkor ugye XP Share van, amit elvileg ki lehet kapcsolni, jól tudom.
És mi van, csak így ide ledobom? Tessék. Most ez mi volt? Jó, így elkezdődik egy csata, hogyha csak így levágom. Érdekes. Nem tud mozogni, mert megleptük hátulról. Érdekes. Most már fog stringshotolni nekünk. Ez a harmadik, amit elkaptunk. Az a cél, hogy minden meglegyen a dexben. Ha már így komolyan veszik a játékot. Ez tetszik, hogy csak így fel tudom venni az itemet. Ez jó, hogy ott nincs egy ilyen megállás. Na nézzük, itt vannak hopipok. Tegyünk el egy hopipot is. Na. 16-os. Jó, menjünk tovább, szedjük fel az itemeket. Van itt még más? Ott fel van valami cucc. De ugrani nem hiszem, hogy tudok. Nem. Nice, jó hangulata ideig a játéknak. Egy revive-unk is van már. Viszont nem tudok tovább menni ezen a kövön. Na. Ott van még valami. Ja, Istenem. Kisfiú. Ez itt mi? Ó, egy ilyen... mi ennek a neve? Gen 5-ös talán? Mindjárt megtudom. Scatterbug, igen. Nem gyújtom fel, mert is megpusztulna egyből. A csatában én irányítom a kamerát. Tehát én forgatom. Super Potion, 60 HP heal. Jó, szerintem mindent összeszedtünk erről a helyről. Mehetünk az úton végig. Á, ott is van valami, aha. Egész sokféle kezdő Pokémon, az még fenn van ott a fán, azt figyeld. Az jól nézett ki. Azta, szép, szép, szép. Not bad, not bad. Igen, igen, tudom, hogy kell elkapni őket. Már elkaptam 5 Pokémont. Semmi gond, Serion. Seiron. What was that? Valami hangokat hallunk. Úristen. Csak nem az a Pokémon, aki itt földet ért. Gyúj típus? Hát, nem lenne rossz. Még bele lehetne erőltetni talán egy Dark meg Light type-ot is. De mondjuk Dark az van, hülye vagyok. Na, szóval egy Light-ot. Ott van! Úristen! Ne! És ott van vele két Hound úr is. Adok neked egy kis potion, mit szólsz? Szendvicset? Na. Nem is tudom, hogy a Pokémonok szeretik a Subway-t. Pont ilyen feje van a teknősünknek. Igen, elég robotos kinézette, meg a szeme is ilyen... tudom én, valami kijelző olyan. Oh shit! Azt figyeld. Nem tudom, mi a sztori, hogy emberek csinálták-e, vagy csak így van a vadonban. Hát elpárolgott. Szürke szamára sötétbe. Most megint csak sétálni tudok. Genesect? Hát, szerintem a Genesect az sokkal ilyen... még sokkal robotosabb. Az inkább úgy néz ki, mint egy ilyen robotharcos. Ez meg ilyen... ilyen hibrid. Mik ezek a... ez növény? Hoppá! Le is kapta itt a sziklafalat. Na gyerünk! Ott futnak a houndúrok, vagy houndáurok. Fura, hogy nem változik a zene. Tehát most ugye... ó, sajnos megöltem. És egy csatában vagyok, de nem változott meg a zene. Ott egy Diglett. Hello! Már viszont akkor... én nem engedi a játék, hogy... nem engedi a játék, hogy megnyomjam az X-et. Jó, hát akkor nem váltok. Az fura, hogy a csatának nincs külön zenéje, az egy kicsit olyan... antiklimaktikus. Ó, oh, Diglettnek túl kevés a defense-e. Azt mondja, valami jön. De mi? Ó, oh, a Houndoom. Pont jól lenne elkapni. Csak nem mennék vele. Ó, igen. Biztos van level 10. Tűz versus tűz Dark. 40! Level 40! Oké, okay, ezt tuti scriptelt. Hát ezt biztos, hogy nem győzzük le. Jó, hát ez annyi. Ez off. Mi történik? Mi történik? Na, nem akar segíteni? Azért. Bum, bum, bum. Elmenekülünk, szép.
Így neveld a robot sárkányodat. Hey, ott vagyok. Próbálok beszélni, de nincs, nem adtak nekem szinkront, úgyhogy csak így tátogni tudok. Hát, hogyha ez volt minden ereje, akkor sokra nem fogunk vele menni. I don't know. I really don't know, okay? I really don't know what the problem is. Oké, okay, megadja a telefonszámát. Milyen kis... Fúha, nézzetek már. Átküldte izén, infrán gyorsan a telefonszámát. És a Swift nevű move-ot is megkapom, hát az a... Nem fogjuk gyakran használni, eljöttitek. Ő Arwen, na vágom, ő lesz az, aki a füveket gyűjti. Zambo Jimmy, megboldogult Jimmy karaktere. Ez is érdekes újdonság, hogy az egyik legendás mitikus Pokémon a kapásból az elején találkozunk. Igen, ez tényleg újdonság. Remélem, hogy a játékban több kihívás lesz, mint a Sword and Shieldben, őszintén szólva. Vagy mint a Legends Arceusban nulla kihívás volt a végjátszásig. A végjátszás után, tehát a postgame-ben ott van bőven. Nagyon, nagyon unfair csatákat kell vívni. Megkaptuk a pokélabdáját Miraidonnak. Hogy a fenébe tőle? Oké. Okay. Külön pokélabdája van ennek a Pokémon? Igen, izzasztó volt a harc. Ki vagyok tőle. Hadd menjünk már. Most megkapom, persze. Itt meleg elején. Játék első órájában. Tessék, már az enyém is. Ez így rossz? Nem, azért kell, mert a traversingbe ő segít minket. Rajta keresztül tudunk lovagolni, repülni, úszni, ilyesmi. Így oldották meg, hogy a játék legelején már tudjál rendes sebességgel közlekedni. Balnito Superiorito Master Balna! Ó, az akadémia, na bazeg, ez már azért kinéz valahogy. Oh my god, ez kurva jól néz ki. Na ott tali gyerekek, csak lemegyek és hozok egy innivalót. Eddig nagyon tetszik a játék, köszönöm a kérdésedet. Felpattintom ezt a italt, aztán go. Elgondolkodtam már most egyébként a game megvételén, megoldja a szorban sírat, akkor az már jó nekem. Hát figyelj, nagyon remélem. I'm looking forward to it. Menjünk oda abba a nagy épületbe. Mi? És az open world is kurva jól néz ki. Hát nem szép. Ez nagyon nem szép, amit most látok. Jézusom. Mondhatnám azt is, hogy kifejezetten csúnya. Aki csak feltesen ismeri a Pokémon világát, azok is élveznék ezeket a játékokat, vagy azok inkább vagy fanoknak vannak. Szerintem bárki élvezné, kedves Oreo. Én azt gondolom, hogy ezek eléggé olyan játékok, hogyha belekezdesz, mindent elmagyarázz az elejétől fogva, és nem kell, hogy legyen háttérinformációt korábbi játékokról, vagy ilyesmi. Itt van az első terület, és ez egy tréner. Én azt szeretném, hogy ezt a Pokémont megnézzük. Itt a trénerek nem szakítanak meg minket, csak akkor csatázunk velük, hogyha aktívan oda megyünk és nyomunk egy A-gombot. Szóval most. Bízunk egy jó paralízisben. Na most! Paralyze! Nem. Belassít minket, kis szenya. Köszönöm szépen, Sikátor! Nagyon jól esik. Nekünk is nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés volt eljutni a Partizánba. Hapci! Asurillek is vannak. Hát elkaphatunk azt is. Szerintetek egy Thunder Shock megöli? Szerintem nem. Szereknek sok HP-ja van. Ennyi. De ezt figyelj, ez mindenkinek a kritikája, ezt mindenki elmondja mindig, és a Game Freak nem akar szinkront tenni a játékba. Most szóljatok valamit ehhez. Mit tudok Ash bajnoki címéhez? Hát megérdemelte így 20 akárhány év után. Nukuiku, eddig nagyon tetszik a játék, teljesen más felépítése, mint a Sword and Shield. Alapból egy érdekesebb sztorit kapunk, alapból van valami célunk, valami értelme van annak, hogy létezünk. Egy Pokémon Akadémiába megyünk tanulni. Egyből egy legendásra találkoztunk, és tökre színes, szagos az. Ez kurva jó ez a világ. Hát bazdmeg, nézzetek már körül. Hát ez mennyivel szebb, meg érdekesebb, mint az Arceus. Azt a mindenit. Sokkal izgalmasabbnak tűnik. Na jó, nézzük meg ezt a kis disznót, hogy vele érdemes-e vesződni. Azt sem tudom, hogy milyen típus. Acurilla az szerintem meg fog patkolni egy ütésből. Jaj, de kurva szép minden. Tudom, hogy csúnya pixeles, de akkor is legalább az elképzelést látjuk, hogy milyen lehet majd egy Next Gen Pokémon játék. Annyira kibaszottul, yes! 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 Isten, Arceus miért nem tudott így kinézni, de már csak a fű is annyit, mert ez a fa, van valami textúra rajta, érted? Tehát nem egy barna semmi. Jaj, és repkednek a fa levelek, ez nagyon-nagyon tetszik. A draw distance az erőssége.
Ó, de jó, Iglybuff. Hello, picike. Jaj, de kis cuki vagy. Ez a zene. Yes! Big yes. Iglybuff tudja a poundot? Nem. Remélem nem. Gizsgúgyák. Olyan, mintha két zene menne egyszerre. Ez a basszusgitáros téma, meg a háttérben az a szőnyeg. Ott miért izzadnak azok a jobb baloldali? Egyébként tök jó, hogy nem állt meg a világ, hanem minden történik körülöttünk, csak csatázunk mi itt. Ez is nagyon tetszik. Este leszek, jó van, Bandi, addig behozlak, aztán nyomunk valami vidám rédelést. Itt egy Wooper! Jaj, ne! Nem tudok a vízbe menni. És hogyha bedobnék oda egy labdát? Ó, ez működik! Ajj, ez működött! És egy kis platformot kapott löcsonk. Ez az! Mindig is imádtam ezt a Pokémont. Gen 2-ben is nagyon szerettem Quagsire-t. Acuril ellen becserélem, jó? Fairy Windet akarja megtanulni? Hát a Splash helyett. Lehet, hogy ezt a Hoppipot is megtartjuk? Á, nem hiszem. Azért mégiscsak új Pokémonokkal kéne végigmenni. Ez az. Elkezdődött a harczene. Jó, most már értem. Ennek kéne valami move, mert ez így nagyon gyenge. Amint ez a löcsonk nem tud semmit. Egész sok Pokémont regisztráltunk, és tudok osonni is, nézd meg. Ha. Ott egy Ralts. Na jó. Hát löcsonk már nagyon gyenge, de azért megpróbáljuk. Wooper mióta barna? Ez egy Paldean típusú Wooper. Region specific. Most kell elkapni. Most vagy soha. Nem shiny. Szevasz, Undead King. Ó, de király! És itt is van valami item. Egy TM. Endure. Az nem jó. Egy kis XP még jól jön. Ezt a lecsonkot megtem. Vagy nem is. De. Várjál? Nem. Őt. Ez nagyobb ez a kutyus, mint a mellette lévő. Nézzétek? Méretben is van eltérés. Poison Move-val jók lennénk kellene, de az nincs. Nem tudom, miért ebben a Pokémonban olyan játék elemi dolgokra örülünk, amik már 10 év vagy több alapanyagok egy jó játékban, ezzel nem téged blémelnek, amikor a fejlesztőket. Persze tudom, mire gondolsz, de ettől függetlenül örülök ennek. Van minek örülni egy Pokémon játék kapcsán, ez engem feldob. Ja, Lickel paralyzolt. Critical hit. Mi a segjuk? Mit tud ez a Fido? Na jó, egy Absorbot hadd kérjek már. Ó, ilyen a Poké Center, csak egy ilyen... Jaj, de jó, hogy nem kell bemenni. Oh my god, ez nagyon tetszik. Csak oda megyek. És hílelek, és ennyi. És ott van mellette a Márt is. Tudok venni dolgokat. Veszek kurva sok Paralyze Healt. És ott van a TM csináló. Itt lehet craftolni TM-eket ebben a játékban, de először elvileg meg kell őket szerezned. Tehát csak utána tudod kikraftolni. És nincs végtelen belőle. És itt tudok trénerekkel összekapcsolódni, hogy teljesen kópa játék, tehát ide most be tudnék hívni még 3 embert, és velük együtt tudnék játszani. Hát ez nagyon-nagyon nice, köszönöm. Engem azt sem fog érdekelni, hogyha laggol az egész. Tényleg leszarom, mert nagyon-nagyon szimpatikus idáig minden újítás. Szóval ezzel csak úgy simán ki tudom csapni a Pokémonomat, és elindulnak, és legyőzik azokat a Pokémonokat Autobattle-ben, akik ott vannak körülöttük. Hallod? Ezt nem akarom elhívni. De ugye, Bandi? Ó, Bandi beváltott egy alertet. Hát ez ilyen se volt még. Na hát, én most boldog vagyok. Happy ember vagyok. Tényleg. És akkor megnézem ezt a TM craftolós dolgot. Ezerszer, mint a szoldási, 10 000-szer. Exchange materials for LP. Ó, ne! Ezeket a materiálokat is meg tudjuk venni. Izgalmas. Jó, akkor nézzük, hogy mit tudunk... gyártani. Making TMs. Leak pointokból tudok csinálni TM-eket. Mudslap-et. Charmot. Fire Fang-et. De ez kell valami, ami nekem még nincs materiál. Welcome. Hello. Itt lehet venni kaját. Jégkrém. Jégkrémárus. Raid Power. Fairy. Humongo Power, Steel, Egg Power. Azt se tudom, miről van szó. De jól hangzik a jégkrém is. Vagy fagyi, bocsánat. Oké, szóval... wow, nem tudom, merre menjek. Menjünk erre, mondjuk.
LP az League Point másik currency, és ezt hogy tudok szerezni? Itt van a régió specifikus Tauros. Szerbusz. Van még két házikó. Az az animáció nagyon csopi. Nézzétek, hogy sétál az a srác. Jaj, de nagyon-nagyon szarul néz ki. Ne. Mínusz egy pont. Nézzük az autóatakot, hogy az milyen. Ennyi? És kapok is XP-t? Hát ez kurva easy, jó. Kicsit túl easy. És ő itt? Ja, ilyenünk is van. Nice. És grindoljuk a materiálokat is közben. Menjünk az iskola felé. Szép lassan, meg a trénereket is lássuk el. Hát elvileg ez még az eleje rész. Igen, itt még kézenfogós nagyon a játék. Splash. Hú, hát ettől azért meg kellett rettenni. Lehet pokilabdát is kellett volna vennem, olyan irányból kapjam a pokémonokat. Na, akkor Barneynak fogjuk elnevezni. Ugyanis, hogyha szeretnétek, ti is elneveztitek a pokémonokat, hogyha szuboltok vagy subgifteltek, akkor ezt megtehetitek. Azért találtam ki, hogy ne én nevezzek el mindent, mert nem lenne túl fair. Poison Powder. Gyerekek, én azt sem tudom, hol vagyok, de nem érdekel, csak kalandozok. Hello. De lenne Talonflame-mel csapatni, de az túl OP lenne, meg van tűztájpunk. Csak gyúrjuk meg ezt a fletchlinget, el kell elkapni. Growl, az nem tetszik. Hát figyelj, most mit csinálja a Gryffindor-es bagoly? Hát, hogyha meghal, meghal. Még egyet rácsapok, aztán elkapom. Így de jó a kritikál hit. Csessze meg. Ugye emeltek vissza Poké Centerezni. Én még el sem értem a városba, vagy nem tudom az akadémiára, de már. Már csak itt a pokéballokat akarom elkapni. Szenzációs. Én gyerekek, én ezt nem játszom meg, esküszöm, ilyen hatása van rám ez a játék. Annyira örülök ezeknek az újításoknak. Annyira elégedett vagyok ezzel. És leszarom, hogy nincs voice acting. Leszarom most már. Ki lehet nagyítani. De jó, ott itt Pelipper. Mit kezdjünk vele? WC tartálya. Elmehetünk pisilni. Pis. Jó kis 5 FPS inkább, vagy 2. Mind a két oldalról lehet healelni, gyerekek! Hát ez hihetetlen. Hát nem térek magamhoz. Hát ez zseni. Azt is csatázd le. És összeszedi az itemeket is? Na erről nem volt szó. Hát ez zseni. Csak akkor kell csatázni, érted, hogyha el akarsz kapni valamit. Különben csak gyűjtöd az XP-t, bár nem hiszem, hogy olyan sok XP-t ad így. Ott is van egy Poké Center. Vagy Pokémon állomás, egy Pokémon büfé. Mi szerint mindig a kedvencem, határozottan. Ugye egy bazin, hogy frame drop és kifagy a játék. Hát az majd elrontaná a kedvem, de remélem, hogy ilyen nem lesz. Na gyere! Egész jól néz ki a sapkáján, nézzétek milyen textúra van a sapkáján meg a cuccán, a ruháján van textúra! Hát plusz egy pont, hallod? A szövetből lenne. A ruhája rendesen. Sokkal szebb a Pokémon a külső, és szerintem is amúgy jól néznek ki. Mondjuk a talajnak a textúrája az még mindig nem az igazi. Kapott egy poisont! Most meg is fog purcanni, remélem. Ez az. Jó, az a kis Wooper. Most már kezd alakulni. Na itt van Nemona. Harcolni kell vele, király. Remélem nem csak egy ilyen kis nyomvat sprigatítója van. Ezek ekkora helyet hagynak egy csatának? Azt figyeld. Szia Milka, nagyon jó ideig a játék. Nagyon-nagyon-nagyon élvezem. Nagyon örülök ennek, tényleg. Ne! Tud már terasztalájzolni? Azt figyeljétek! Jesus! Wow, micsoda sapkája lett. És ezzel megnő az ereje is? More power! Durván sebez most. De én még jobban már kritikál hit. Aha. Lehet, hogy ez scriptelt kritikál hit volt. Nézzük meg. Elvileg ezt még ki kell bírjuk. Necces. Ez az. Jó. Akkor. Itt vagyunk egy nagy... Ez egy egész kampusz, egy óriási város. Itt vagyok az akadémián, most értem, csak egy ideig. Mi? Delibird Presents?
They sell handy items. Dehogy megyek oda, fúj. Na, oké. Okay. Oda poppoltak a karakterek. Menjünk a kapuhoz. Van egy bronzong. Pálmafák. A fagyjárus forma. Nem, ez Luffyjárus, bocsánat, de nem tudok mit csinálni velük. Team Star, Grantok. Ez a rakéta csapat. Mármint a Paldeában. És ő meg? Ruben? Nem tudom, mire nyomtam rád, remélem arra, hogy harcoljunk. Fú, milyen ívis hátizsákja van. Azt figyelitek. Mi az a bukósityak? Eddig? Dávid, 10 per 10 eddig a játék. Én leszarom, hogy szarul néz ki. Engem abszolút nem háborít fel, hogy ennyire szarul néz ki. Az, hogy nincs voice acting, megszoktuk. De maga a játékmenet, a gameplay, a... amit csinálunk... Na, van egy Terra Orbunk. Terraszt alájzolhatom a Pokémonokat a csatában. Oké. Okay. És ott van minden Pokémon, amit elkapunk, hogy milyen Terra stílusba megy át. Mindjárt megnézem. Battle, Terastalize és Mudshot. Nézzük, hogy fog ez kinézni. Minden Pokémonnak van Terra izéje, átalakulása. De fura, hogy egy labdát dobok rá. Hamar letölt a patch. Oh my god! Van egy ilyen kalóz koponya a feje tetején. Ó, és meg is poisonöltem. De jó, a gyorsabb természetesen. És flincselt. Megőrülsz. Nem tudok támadni ebben a körben. Hát akkor majd most. De fura, hogy tackle-ből is tud flincselni. Jó, ez a zene is nagyon. Sokkal jobb zenéje van, mint az Arceusnak. Tiszta animés a cucc. Ja, bájt volt? Ja, akkor oké. Bocsi, nem figyeltem, mert sok dologra figyelek egyszerre. Le is győztük. Furán néz ki. XP! Ez viszont az ismerős zene. Tüttürim, 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 tüm. Na, ez a szövegdobozozás most annyira nem izgat engem. Eddig annyira hype volt a játék, most kicsit lelassított. De hát persze megérkeztünk a tutorial végéhez. Nézd a gyerekek mennyire robotikusan mozognak, ilyen 2 FPS-sel. Ez valami szörnyű, ez nagyon gázul néz ki, srácok. Jézusom. Ezt nem bírja ki a Nintendo Switch, nézzétek meg az alapkarakter, a Nemona. Ő nem szaggat, mert ő a fő karakter, a ismerősünk. Az összes többi gyerek az szörnyen mozog. 15 FPS, ez kevesebb. Ez ilyen 3 maximum. Ez bug, nem bug ez. Mi a kedvenc dolgod a Pokémonnal kapcsolatban? Na, ez egy jó kérdés. I like everything, I like playing, collecting, battling. Battling. Mit akarsz ebből az egészből kihozni? Biztos van valami álmod, igaz? Complete Pokédex, Strong Trainer, Strong Trainer. Oké, exploroljak egyedül. Oké, itt mindenkit el van, itt tanulgatnak. Mi lenne, hogy én kimennék és elkapnék pár Pokémont? Ez a Pegasus szoftver lehet. Mindaz benne szebb, mint az előző játék? Szerintem sokkal szebb. Csak hát bizonyos helyeken nagyon-nagyon csúnya. Cassiopeiának hívják. Az nem valami League of Legends cucc? Van egy tervem, hogy hogyan tudnánk ezzel a csapattal elbánni. Operation Starfall a neve. Úgy hívja. Oké. Azt akarom, hogy segíts nekünk. Rendben. Milyen kisgyerekek ülnek ott? Az igazgató nekem olyan gyanús, nem? Ez a fej. Nektek nem gyanús? Hát nem tudom, hogy kell. Hogy hát a szendvicset esznek, és nem gyümölcskocsájából töltött fánkot. Igen, ez így van. Lehet az igazgató az antagonista. Ott már szaggatás, hogy FPS dob? Rengeteg. Igen, de nem a gameplayben, hanem minden karakter, ami így körülöttem az. Láttad ott például azokat néznek ott a gyerekeket. És ez nem is olyan durva. Aha, most mondja el, hogy van 8 darab gym, akiket le kell győznöm, hogy a champion title-ért tudjak menni.
Uh-huh. De ő már elérte a champion címet? Az hogy lehet? Jó hacker szerinted? De jó a játék tancsod. Asta, Medalijim, Cascarafa, Cortondo, Alfornada, mind spanyol. Montenevera, Glaseado, Levincia és Artazon. Lehet egyet kihagytam. Carbonini a háttérben, olyan menő izé, farmer mellénye, vagy farmer Jackie-je. Hát ja, enjoylom a time-omat itt. Eddig jó minden. Köszönöm szépen. Igazgató úr, tudom, hogy te vagy a gonosz, a fő gonosz. Ah, most tévén keresztül Skype beszélgetésbe kapcsolva. Hány pokém van? 10 pár. Minden megpróbáltam elkapni eddig. Ó, ne! Ez Leon? Vagy ki a, mi a dugó húzó ennek a neve? Vagy nem, Professor Turo! Jézusom! Professor Turo! Oh my god, akkor ő a másik... Nem tudom ki ő. Mi a franc? Gigacsed, nagy álla van, azt tuti. Megadom a telefonszámom, igen, ezt is végig kell néznünk. Jó lenne már az Open Birdben szaladgálni, nem? Mire ide a hátán? Szervusz akkor, Turo. Örülök, hogy találkoztunk, nagyszerű volt. Kedves emberek, ez a Pokémon Violet végjátszás. Első, talán 8-10 órája. Addig játszom, ameddig ki nem fulladok. És eddig nagyon király a játék. Őszintén szólva, csak a grafikai része az, ami csalódást okoz, illetve a voice acting hiánya. Ezek az átvezetők szépek, pedig ez is in-engine, csak itt nem tudom nyomni a... az alt. Igen, az FPS dropok csúnyák nagyon. Egyértelmű, hogy az a játéknak a mélypontja. Az engine. Rossz az engine. Nem az ötletekkel van itt baj. Hariyama ott keménykedik. Azt nem értem, hogy ezek ezt teszteknél, hogy nem szúrt senki, mindenkinek szemet szúrt. Tudják, ennyire képes ez az engine, ezt tudják kihozni belőle. Úgy néz ki. Nyilván vágják ők is, tisztában vannak ezzel a helyzettel, hogy a játék teljesítménye az alulmúlja a jelenlegi standardeket, és csúnya, és kivesz a belemerülésből, de hát ezt tudják hozni. Úgy néz ki. Mint hogyha nem lenne elég jó a videókártyát, hogy elfuttassa a játékot, ez az érzésed végig. Igen, de a Game Freak csapata nem arról híres, hogy tudja optimalizálni az élményt. Első videónk a gameről, szevasz Obis Potato, 10 per 10 leszámítva a voice acting hiányát és a grafikai megoldást, a szét glitchel a játék, poppol a textúra, nagyon durva frame dropok vannak, de ezen kívül bazd meg, mindenben az hozza, ami legendary szintre emelheti a Pokémont, de sajnos a Nintendo Switch konzolon ez nem fut olyan jól. Hopp! És átalakul a motor rá! Egy Pokémon, aki egyszer egy motor is! Jaj, de jó. Na, ez egy kicsit cringe azért. Szóval így megy ez a cucc. Enjoy picnicking. Ja, így tudok piknikelni? Oh! Adod nekünk kajákat. Ketchupot, tojást, meg olívaolajat. Nem akarok piknikelni még, köszönöm. Majd később kipróbáljuk. Tudok terasztalázolni már most. Ó! Oh. Erős ez a spoing nagyon. Meg fogja ölni Artikot. Aha, ki fogja nyírni. Ajjaj. Mindegy, elkapjuk gyorsan. Please choose the gift you want to receive. Flying Terra Pikachu. Hey yo! Pikachu check. Oh my god. Hú, de szörnyen nézel ki. Mi ez egy gomba? Pff, ez valami Minecraftos rém? Meg fog pukkani Weeper is. Most. Kőtípus. Hát akkor Hopip. Hopip egész jó, mert Grass Type úgy látszik minden ellen tök jól működik itt a legelején. Gyerünk Hopip, altasd el! Ó, tényleg zsombor. Pedig ez egy jó játék. Nak tűnik. A Luffy-kat növesztett a feje fölé. Terasztalázoltuk Hopipot. És nézzük a Sleep Powder-t megye. Ne! Olyan képessége van, ami gátolja, és ki is nyírt minket. Beszarsz. Nézzük, elkapjuk-e. Hú, ez szörnyen erős. Nagyon durván. Jó a defje. 2, 3 és elkaptuk. Ez az! Van egy premier labdám is.
Gondolom azért, mert vettem 10 pokélabdát, ez egy ilyen ajándék tudsz volt. Nem is jöttek jobban rohanni, szerintem sem. Ami élvez, az ki kell élvezni, ameddig csak lehet. Yes! 12-es már a kis malac. Jól állunk, jól állunk. Menjünk akkor tovább, itt megnézem ezt a csillogó témát. Motorciklimmel, Pokémocival. Awakening? Nézzük, tudunk-e odaugrani. Ooooooh! Azta. PP-el, és ez itt mi? Crystals! Terra Raid Battle-ök, aha! Ezek a Terra Raid-ek. Nézzük meg! Na nézzük, milyen a Terra Raid, srákok. És Hopipet tudunk elkapni, ami megvan, úgyhogy sok értelme nincs, de azért kíváncsi vagyok mégis, hogy ez micsoda egy ütközet lehet. Na, tölts játék, tölts! Mr. Bálna, Master Bálna! Ó, szia Mia! Wow! Ez máshogy néz ki, mint az enyém. Akkor mégiscsak kell. De kurva jó! Oh, Jesus! Oké, Terra Raid Battle. The Pokémon is knocked down, it will be revived after a while, but you also take time penalty. Oké. Okay. Szóval fel fog éleszteni a Pokémont, hogy esetleg elesik a csatában, de nagy baja nem lesz. Nem enged terasztalázolni. Hopipot fogom támadni. Ember. Azt, amilyen keveset vettem le. És ott van az idő, hogy mennyi idő alatt tudom elkapni, vagy mi? Abszorbolt engem egyébként. De szép az animációja. Yes! Ez nagyon menő néz ki. És nem akad egyáltalán. Sikerült! Great Ball, az első Great Ballunk, és itt van barlang is. Gyerekek, én el fogok veszni ebben a játékban, de nagyon-nagyon adom. Hát ez kurva jó, bemegyünk ide. Itt szóltok. És nincs töltőképernyő. Van, aki szerint jó volt a Gigantomaxolás, szerintem nem. Szerintem béna volt. Nem idétlen volt, hogy felhőkarcoló Pokémon harcol egy két törpi ellen. Tudod trédelni a Scarlet-et és a Violet-et egymással? Hogy érted, hogy trédelni egymással? Na persze, hogy tudsz. Mindent tudsz. Violet Violettel is tud. Szia. Gulpin. Vele még nem találkoztunk. Vagy Gulpin, bocsánat. És ez a rák valószínűleg nem evolván. Jó, hát mindegy, akkor hagyjuk. Legyen rák. Mindegy, már lekéstetek. Már lekéstétek. Majd legközelebb. Wait! Evolve, az első evolvunk. Let's see. És az open worldben evolvol! Gyerekek! Oh, the nice! Oh, the nice! Crocolor! Firecroc Pokémon! Yes! Szóval bána, úgy látom, ez ugyanolyan kieső sivár grafika lett az Arceus Legends. Ha rosszul látod, akkor te nem játszottál az Arceus-szal, ez százszor érdekesebben néz ki. Itt van minden a világban, fák, bokrok, kövek, egyfolytában érdekes geometria, ez sokkal-sokkal jobban néz ki. Úgy játszom, mint aki először játszik Pokémonnal, mert ez annyival jobban viselkedik, ez első olyan Switch Pokémon élmény, ami tényleg működik. Pedig én nem szoktam semmilyen játékot hype-olni, higgyétek el. Nem higgyétek, tudjátok rólam. Ezt se hype-oltam fel. Ott le tudnék esni arra a TM-re. Na. És zenél a Pokicent. Ja, nem tudok leesni, mert nem tudok feljutni. Ó, oh, hopi! A második evolúciónk! Hello! Jaj, mintha nem láttunk volna még sose skiplumot, de nem baj. De most tök sokat segít a játékban. Tök sokat segít. Ki a kedvenc Pokémonom eddig? A csapatomban? Talán a fő Pokémon a legjobb. Janő a legerősebb. Azt mondom, mi volt olyan különleges, mert sokak hallott jó nyilatkozni róla, de nem jöttem rá miért. Azért, mert abban volt teljesen open world a játék. Bárhova mehettél, szaladhattál, és volt mit csinálni. És tudtál elkapni Pokémonokat, nyílt világban.
craftolni. Így újszerű élmény volt, így a Pokémon nem csinált meg ilyet korábban. Na most végre ez kidó. Csak nem bullet seedezik le végig. Ez az engine sajnos ezt tudja. Szia Bonsaigon, nagyon hát jól tett a nap, reggel megtudtam, hogy nem kapom meg a játékot, és el kellett érte gyorsan szaladnom. Az annyira nem volt jó. De cserébe utána meglett a játék, kitettem a tagoknak szóló YouTube podcastom első részét, Bandival közösen vettünk fel, aztán editáltam egy kis cringe baitet, aztán elkezdtem streamelni kettőkor. És egyelőre nagyon vidám vagyok, köszönöm. Ultra labda. Itt vannak a rákok. Mekkora ez a rák? Oh my god, what the fuck? Szerintem meghalunk. Hello? Mit csinálsz? Mit csinálsz? Hova mész? Valaki írja a léci itt a chaten, hogy mi a különbség a két változat között, mert annyiszor elmondtam. Na gyere rák! Ho-ho, csak nem a Path of Legends. Első nagy szörnye. Tiszta Monster Hunter. Wow! Oh my god, it's very big. Ih. Clef the Stonecliff Titan. Hányas szintű? Nem tudom meg soha mi. Még egy Water Gun tolja már rá. Whoop, mi az? Shelder. Így már elég lesz. Bazeg. Ja, ez a Shelder volt, aki kidőlt. Oké. Okay. Az nem gáz. Avoidolta a matchotommal. Most már egyedül vagyok. Megütnek a poison. Hello! Defeated! Na megvan az első valamink. Hogy tetszik eddig, mi a véleményed? Sajnos nem tudtam mit lenni, de visszanézem majd. Nagyon-nagyon tetszik a játék idáig. Szinte minden része epic. Tök sok mindent lehet, sőt, zavarva vagyok attól, hogy mennyi content van benne. És hát persze helyenként csúnya, meg van egy-két problémám, de összességében nagyon fullos. Nagyon érdekes. Végre nem egy unalmas baromságot kell játszani végig, amint szara csatamechanika. Mindenre oda próbáltak figyelni, ami engem érdekel, hál' Istennek. Az, hogy két verzió van, engem nem zavar. Valamiket megveszed, amelyik jobban tetszik. Legalább van választási lehetőséged. Miért baj az, hogy két verzió van? Engem nem hiszem, hogy ez engem érdekelt valaha. 9. generáció. Stonycliff Titan defeated, yeah! Path of Legends, Master Balna. Miraidonnak visszanyerte az eredeti képességei közül a dash-t. Szóval, pressing left stick, but watch out for trees while dashing at high speed, strike a tree while dashing, Pokémon lurking at branches will fall down. Oh, oké, szóval ilyen headbuttot is tud egyszerre. Wow, hát... Wow, azt figyel, hogy söprünk előre. Mit akartam csinálni? Hát ezeket itt le kéne tarolni, nem? Beosztuk Bandit amúgy, neki 19-es a legjobb pokéja, nekem már 21-es. De nem baj, menjünk tovább. Ah, mehet a boxba. Többiek közé. Growlithe! Megvan. Nagyon jó haladunk, srácok. Nagyon jó haladunk. Burnheal. Nézzük meg, hogy mit kéne csinálnunk ezen a kurva nagy térképen. Nézzétek meg, mekkora ez a térkép! Nézzétek meg, mekkora ez a térkép! Úristen! Ki vagyok? Hát ez bazdmeg, ez olyan, mintha Genshin Impact-tel játszik, csak Pokémon. Létezik? Létezik, hogy ki tudnak adni egy olyan Pokémon játékot, ami fun? Leszarom, hogy csúnya. Telibe. Helyenként egyiket egész szép a játék. Azt a mindenit. Jó érzés. Most Pokémon rajongónak lenni. Vannak kincses ládák. Ó, ez egy Pokémon! Halló! Gimigul! Nem cseréltem le a Growlithe-t. What the fuck? Ajaj. Nem akarom megölni. Ide akartam jönni. Ide, meg ez. Ez egy Poison Raid. Set a destination. És akkor tudjuk, hogy merre kell menni. Na, meghalunk? Nézzük. Semmi bajunk. Óriási. Ez kidósereg. Löcsonk, vagy már nem löcsonk. Nem is tudom, hogy hívnak. Csak hívjuk Fenciásnak. Lezúz mindenkit.
Jó tápos kis disznó lett. Aprit. Treasure hunt, it's so much fun. Pál, mikor elkenem a szádat, te kis csicska gyerek. De furán néz ki az arca, nem? Krisztina. Ez egy nő. What? Oké, ne akadjunk le ilyenekem. Majd megyek gymbe. Most a Team Star-os arénába tartunk. Legyőzzük a Team Star-nak az első trénerét, Tüzest. Kinek torkolja van, azt hiszem. Mean look, csúnya nézés. Jaj, de rossz nekem. Evolúció! Time for evolution! Let's see, na ezt már vártam. Ó, oh, hát ez az annyit csinált, hogy felállt. Palmó. Oké. Okay. Electric Fighting type lett. Tehát még volt ott pár? Nem baj, mindegy majd. Van pénzünk, hála Istennek. Mi az italautomata? Vending machine. Wow. Na nézzük, mi van itt. Azt a szélmámot figyeljétek. Azt figyeljétek, mennyire csopi. Jesszusom, de randa. Na mindegy. Ne ezzel foglalkozzunk, igaz? Élvezzük a játékot. Jó, itt tök sok minden van. Itt van az első gym, ahogy látom. Egy nagy park, be lehet járni. Oké, tehát itt úgy vannak a gym harcok, hogy előtte egy ilyen teszten kell átmenni, és csak utána mehetünk a gym leaderrel harcolni. Nincsenek előtte szerintem ilyen trainerek. You can register as a challenger, igen. I want to register as a challenger because I want to be doing the best challenge I can do for my family and for my entire house. Yes, I would like to fight everybody and I want to show them how strong I am. I will promise I will not take out my balls, but if you want you can lick it right now, right here, for free. Viszont fogok bele csinálni egy rendes review-t, jövő héten, vagy azután valamikor meg fog jelenni a csatornám, YouTube csatornámon, és abban megtudod, hogy megéri-e megvenni, vagy sem. Igyekszem ajánlani, vagy nem ajánlani. Attól függően, hogy számomra mit nyújt egy végigjátszás. Itt van a Sunflora Challenge. Ready to gather some Sunflora? Yes. Borzasztó, hogy kinéz minden. Jó, megvan mind a 10. Azt, hogy laggolnak utána, na azt figyeljétek. Lockfest van. Mi a seg? Fáj a szemem. Fú, ez mitam csúnya volt. Lockflórák, igen. Lockflora challenge. Szájolvasóknak? Hát nem hiszem, hogy ez segítene. Na nézzük, hogy néz ez ki. Gyönyörű a textúra ott a padlón. Wow! Humph! Sutty! Olyan sorrendbe tudod a vége a gymeket, ahogy te akarod, pontosan. Teljesen azt csinálsz, amit akarsz az egész játékban. Nem is kell gymet se tolnod, szerintem. Itt nincs ilyen, hogy nem engedelmeskedünk neked a Pokémonok, szerintem. Yes, it was truly avant-garde! I only pray that you might demonstrate that eye for a beauty in our battle as well. Enough talk, we must begin creating our collaborative work of art. I will fucking poke your eyes out, you little mouse. Megeszem a kis heremagot Manót reggelire, Mr. Bálna. Fú, nagyon. Nyomjuk neki! Ez szerintem Gen 9-es ez a Smoliv. De teraszt találkozom, és így gondolom én jobb leszek. Tűzből. A tűzkrokodil! Még tüzesebb. Kristálytűz. Bangerang. Attól függ, hogyha terázni fogja és valami nagyon más lesz, mondjuk rock type, nem érek sokat ellene, de gondolom én egyből terázni fog. Ez az. Truly voodoo. Na nézzük. Legyen grass. Grass! Ez az. Na hát így. Nem sok esélye marad. Kristály a kristály ellen. Azok a szurkol nagymamák a szélén, ja. Oh my god, majdnem megöltük egy hitből. De sturdy, egy HP-je maradt.
Na, hát ennyi volt az első gym, viszonylag gyors volt. Mi a véleményed erről a Kristály Type-ról? Egy biztosan nagyon szép TCG artok fognak megjelni. Ez nem Type, igazából ez egy Type Change. Tehát, hogy a Rock Type-ot például megváltoztatta most Grass-re ő. GG. Nézzük, hogy néz ki a badge. Biztos ilyen Kristály badge lesz. Ja, nem. Oké. Artazon Gym Defeated. Könnyebb lesz level 25-ig elkapni a Pokémonokat. Oh, nice. Ja, akkor ez mégiscsak működik. Kell gymeket nyomni. Oké, okay. Cassiopeia hív, hogy már itt vagyok közel a bázisukhoz. Team Star bázishoz. Mindjárt be is megyünk. Behatolunk. Operation Starfall hadművelet. Ó, ne! Hát ez a ez a professzorunk. Csak van rajta egy haj. Mi is a neve? Clovel? Vagy valami ilyesmi? Tudtam, az elejétől fogva, hogy suspicious ez a csávó. Nagyon szusz volt. Aha, és hogyha legyőzzük a főnökét, akkor az egész szervezet össze fog omlani, azt mondja. Egy csatával legyőzünk mindenkit, akkor összeomlik a szervezet. Na, az azért érdekes. Ez a sok kitöltés egyáltalán nem lendíti előrébb az én játékélményemet, de hát ezeket végig kell olvasgatni. Úgy tűnik, hogy azt gondolták a készítők fontosnak, hogy itt rengeteget olvasunk, de hát tudjuk, mit kell csinálni. Be kell menni, aztán nincs kegyelem. Oké, szóval a Sandy Pokémon nem tudja, R-button, hát a defeat ez a 10 percem lesz, jó. 30 Pokémon kell legyőzni. Jobb. Oké. Growler. Oké. Hát ez a 10 perc, ez jó sok. És drukkolnak nekem, vagy mi? Ó, az Kiplum, az nem olyan fasza. Hát érdekes ez a mechanika. Nem mondanám, hogy itt nagy észjáték van. Na, pusztuljanak már. Mire észreveszi, mit akarok vele kezdeni. Oké, van itt még Nidorab Houndour. Finish! Na most mi lesz? Ó, mi ez? Mela. Boss of Team Stars Fire Crew. You are going down, you beach. Milyen játék? Nagyon fasz a idáig. Őszintén. Droughtot használ? Elaltatjuk. 27-es! Oké. Mi van? Ez az első gym. Ez nem gym, bocs. Ez teljesen más. Ez egy ilyen... Team Star-os boss fight. Oké, alszik. Remélem végigalussza a csatát. Nagyon jó lenne. Yes! E to the Z! Egy torkolja volt, ennyi? Revavroom? What? Ez a nagy dög! What the hell? Jó, ezt bírjuk egy picikét. Ah, speed boost. Esetleg megpoizonoljuk? Van benne egy kis potenciál. Mindjárt megvan minket, sajnos. Á, ez lónyál. Ez nem lesz meg. Hát ez túl erős. Erre még kell grindolni. Gyerekkorú. Vagy nem, először megpróbálom... Leech Seed-elni, mit szóltak hozzá? Valószínűleg nem fog sikerülni, mert egyből megvan, de hát... Kipróbáljuk. Ha már itt van Skiplum... Overheat, végem. Ez nagyon durva lesz Nuzlocke-ban, ez az arc. Mikor tudtál erre a Pokémon játék, a grindolni kellett a gymet, nem is emlékszem. Ez nem gym amúgy. Már shot, azaz csak speedet lassítunk, de ez még jól jöhet. 55-ös power, 100-os power. Hát nézzük meg. Nem biztos, hogy túlélünk együtt. Hát túléljük! Na, a kő Pokémon, ennyi. Szóval semmit nem veszünk le tőle. Maratoni végjátszás lesz? Vagy lehet tudni, vagy hány óra alatt lehet kivinni? Nem tudom, de én olyan évfél hajnal kettőig fogok játszani. Ez a kőtípusú tera forma. Úgyhogy ezután rock move-ot kell használnom. És akkor utána nyomom a rock move-omat. És bízom benne, hogy kicsit többet lecsípek belőle. Micsoda dög ez? Sose fogy el a PP-je.
SmackDown. Vagy lehet, hogy Iron Defense-et be kéne tolnom? Most már biztos be kéne tolnom, igen. Veszi le a defense-emet. Ó, ez működik! Ez nagyon jól működik. Na nézzük, kibírunk együttést. Oh. Gyerünk. Ügyes vagy, kicsi kavics, le tudod hozni. Azt kéne megtudnom, hogy ez a move, ez vajon special? Ez a Blazing Torque, ez special vagy fizikál? Úristen. Na mindegy, bedobjuk az utolsó Super Potion-t. Gyakorlatilag Netsparty is egy Pokémon lehet? Szerosz mamut. Ja, nem tudom mi ez a dög. Nagyon weirdül néz ki. Erre szavakat nem talál, hogy ez hogy lehet egy Pokémon, de kicsit már ilyen yokai szintű, nem? Ilyen japán istenség, ami belemászott valamilyen tárgyba és azt megszemélyesíti, de valójában egy szellem. Ott van a tetején a mestere, úgyhogy ezt nem tudom elkapni. Kurva epik ez a zene alatta. Áááá, ne már, egy HP-ja van! Jó, így már biztos, hogy megadom, bármivel. Hát az lenne legjobb, hogyha kavics ölné meg. Budapest Park Pokémon. Na, utolsó támadásunk, és legyőzzük ezt a nagy állatot. Legalább 15 SmackDown-nal. Yeah, boy! Kész. De jól végződött a zene is, tökéletes volt. Let's go! Take this star badge and be proud of yourself. Ezért is kapok badge-et? És kezet fogunk, de én miért csinálom ezt, hogy ezt a fejet miért vágom? Ez elektrosokkal a kesztyűje? És akkor azért mit kapok? Ad nekünk egy témát. Flame charge, ez pont jó lesz amúgy. Kár, hogy nem azt a blazing torque-ot kaptuk. De van nagyon hasonló ez is. Ezt a tűz Pokémon-t el kéne kapni. Mert tudod, hogy hol jár ott a stripper keze? Hát bizony. Minden lyukban elcsattam. Veled, itt tudtál véleményt mondani a gameről? Szia Norbert, Norbert Best. Igen, tudtam. Eddig nincs kifogásomra semmi játékban, kivéve a grafika, meg a voice acting hiánya, de ezt eddig is tudtam, ezen kívül a játék számomra csillagos 10-es. Tényleg brutálisan felülmúlja az elvárásaimat, mint Pokémon játék természetesen, meg úgy, mint Unblock. A Genshin Impact-et idézi nekem, meg az Elden Ringet a világ miatt. Egyszerűen nem tudom, annyira sok, bármit csináltok. Bármelyik gym leader az oda mehetek, bármelyik challenge-et kipróbáltam, mindenhova mehetek, kurva jó. Szóval nagyon tudom idáig élni. Aztán, hogy milyen lesz a végén a véleményem, az majd kiderül jövő héten a YouTube videóban, vagy aki velem tart a végjátszás során, az fogja nyilván tapasztalni, látni. A Pokémon Violet-tel játszunk egyébként ma nagyjából éjfélig, hajnal egyik, hajnal kettőig. Akit érdekel, tartson velem, vegyen magához valami üdítőt, meg valami, nem tudom, trash foodot, és élvezzük együtt, adjuk át magunkat a kalannak. És természetesen, ha van kedvetek elnevezni egy Pokémont, akkor küldjetek egy subgiftet valakinek, és ezt meg tudjátok tenni. Na, srácok, kedves chat, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, mármint mindenkinek, aki most itt van, vagy aki részt vett ezen a remek mai eseményen. Hát, szerintem eleget játszottunk a játékkal, hogy kijelentsük, hogy ez egy jó Pokémon játék lett, és nem is attól függ ez, hogy a játék hogy néz ki, vagy hogy van-e voice acting, hanem hogy beszippant-e az a gameplay loop, amit a játék megpróbál átadni. Persze vannak benne általam fölöslegesnek vélt, megszakító, unalmasabb fejezetek, de ez a nyitott világ, meg a rengeteg variáció annak azoknak a dolgoknak, amiket csinálhatsz, az eléggé be tud szippantani. Jó hosszú live volt, igen. Holnap hánykor a stream, fogalmam sincs, elkezdem, reméltek délelőtt, hogyha nem délelőtt, akkor délután, evédután, maximum. De köszönöm szépen, hogy itt voltatok, legyetek jók, aludjatok szépen, Bandi, Dávid, köszönöm, hogy részt vettetek ebben egy kicsit. Ja. Én köszönöm a lehetőséget. Hát, ugyan, kérlek. Na jó éjszakát nektek, vigyátok magatokra, vigyétek a ceteket, aztán majd folyt kövök.